Szevasztok! A csatorna nézőinek nagy része valószínűleg már tudja, hogy több mint egy éve használok egy HPA replikát is. Azok kedvéért, akik még nem találkoztak a kifejezéssel, nagyon leegyszerűsítve elmondom, hogy arról van szó, hogy a HPA replikákat nagy nyomású levegő hajtja. Az elmúlt egy évben HPA felhasználóként azt tapasztalom, hogy a legnagyobb fejtörés talán az okozza, hogy hogyan, illetve hol töltsd fel a palackodat. Nyilván abban az esetben, ha megfordulsz olyan helyeken, pályákon, boltokban, mint például a Civis Airsoft játékosok boltja, vagy mondjuk az Airsoft Arena, ahol fel tudják neked tölteni a palackodat, akkor ez nem olyan óriási nagy gond. De ha nincs ilyen hely a közeledben, vagy a palacktöltést mindenképpen otthon szeretnéd magad megoldani, akkor talán a legkényelmesebb módja egy kompakt, nagy nyomású, 300 báros kompresszor. Na képzeljétek el, a Vevor volt olyan jó fej, hogy küldött nekem egy ilyen kompresszort. Ha érdekel, mit kapsz a dobozban, mennyi idő vele egy palackot feltölteni, egyáltalán hogyan kell használni, vagy hogy én mit gondolok róla, akkor maradj velem a következő néhány percben. Még egy nagyon fontos információ, mielőtt belevágnék. Ugyan a Vevor ingyen küldte nekem ezt a kompresszort azzal a feltétellel, hogy készítsek nektek róla egy ilyen kicsomagolós, kipróbálós videót, viszont ezt semmilyen más feltételhez nem szabta, azaz, amit a videóban hallotok, az az én véleményem, a Vevor képviselői egy szót nem tettek hozzá ahhoz, amik itt el fognak hangzani. Na és akkor ezek után térjünk a lényegre. A kompresszor tényleg kompakt, egy kb. 10 kilós kis dobozban érkezik, nagyon alaposan becsomagolva. A kartondoboz szélei és sarkai meg vannak erősítve, falai vastagok, és belül körbeszivacsozás védi, hogy ne sérüljön meg a szállítás során. A termékhez jár egy rakás kiegészítő, plusz szűrőbetétek, ógyűrűk, tápkábel, és mivel ez egy 12 voltról meghajtható automakkumulátorról futtatható kompresszor, így az ahhoz tartozó tápkábel is, illetve néhány egyéb apróság. Jön vele egy természetesen angol nyelvű használati útmutató, de ami ebben talán igazán különleges az az, hogy nagyon részletesen képekkel illusztrált karbantartási útmutatót is tartalmaz, ez semmiképpen sem szokványos. És akkor végül a lényeg, maga a kompresszor, aminek a maximális töltőnyomása 300 bar, azaz 4500 PSI, illetve maximum egy másfél literes palackot lehet vele feltölteni. Az én palackom talán a legelterjedtebb, csak egy 8 decis 3000 PSI, illetve 200 bar maximális nyomású palack. Ezt fogjuk a videóban 200 barra feltölteni, megnézzük, hogy mennyi időt vesz igénybe, illetve hogy mennyire melegszik a kompresszor. Na nézzük körbe a kompresszort és vegyük át, hogy mi micsoda. Hátul találhatóak a tápcsatlakozási lehetőségek, illetve a biztosíték. Ahogy korábban mondtam is, ez a modell működik 230-as fali ajzatból és 12 voltos egyenáramról is. A teljesítménye egyébként 350 watt. A kompresszor tetején van egy fogantyú, egy LED kijelző, ami a hőmérsékletet és bizonyos státuszokat kommunikál, illetve a nyomás visszajelzője, amin beállítható az automatikus kikapcsolás is. Ez azt jelenti, hogy ha a töltőnyomás eléri a nyomásmérőn beállított értéket, akkor a kompresszor automatikusan kikapcsol. Az elején található egy 8 mm-es gyors csatlakozó, egy biztonsági szakadószelep, a nyomás kiegyenlítő szelep, illetve maga a kompresszor és a ventilátorok kapcsolója. Itt van még a hűtésért felelős két nagy ventilátor is, a kompresszor oldalán van egy tartókonzol is, a 12 voltos akkucsatlakozó kábelek tárolásához. Bár a használati utasítás külön nem írja, érdemes ellenőrizni, hogy a csatlakozási pontok masszívan a helyükön vannak-e, illetve érdemes azt ellenőrizni, hogy a kompresszorhoz kapott szűrőházban lévő szűrő valóban benne van-e. És ha már a szűrőről van szó, bár nagyon király, hogy gyárilag kapunk a kompresszorhoz egy ilyen kis víz- és olajszűrőt, amihez ráadásul tartalék betéteket is adnak, fontos megjegyezni azt, hogy célszerű hozzávásárolni egy komolyabb 300 báros kompresszorral kompatibilis szűrőt, mert ha valamit biztosan el akarsz kerülni a HPA palack töltése során, az az, hogy bármilyen szennyeződés bekerüljön a palackba, onnan a regulátorba, majd pedig a replikába. Én is vásároltam hozzá egy nagyobb bacskát. És
Nem szeretnék olyan sztereotípiákkal jönni, amikből én rosszul jövök ki, de vannak, akik azt mondják, hogy minél nagyobb, annál jobb. Lássuk akkor, hogyan kell használni ezt a kompresszort, és mire kell nagyon-nagyon odafigyelni a használata közben. Ez a gép nem víz- és olajhűtős, pusztán csak levegőt használ a saját hűtésére. Ez azt jelenti, hogy nem kell külön bajlódni a vízkör biztosításáról, nem igényel semmilyen előkészületet a kompresszor a használata előtt, gyakorlatilag csak bedugod az ajzatba, vagy csatlakoztatod az akkumulátorra, és már mehet is. Az első lépés tehát, ahogy éppen csak említettem, az, hogy áram alá helyezzük, ezzel pedig a ventilátorok is elindulnak egy alapfordulatszámon. Ha ez megvan, csatlakoztatjuk a palackot a kompresszorhoz kapott 8 mm-es gyors csatlakozós csővel és szűrővel. Nagyon fontos, be kell tekerni a nyomás kiegyenlítő szelepet. Nem szabad megtépni, pusztán csak addig tekered, amíg az ujjaddal érzed, hogy megáll, ettől jobban nem kell meghúzni. Ezután beállítjuk a nyomásmérőn az elérni kívánt nyomást, ekkor, ahogy korábban említettem, a kompresszor saját magától ki fog kapcsolni. Mivel ezek valószínűleg nem orvosi pontosságú mérőműszerek, ezért talán az első néhány használat során érdemes egy nagyon picit, mondjuk 10%-kal alá lőni az elérni kívánt nyomásnak, és majd meglátod a két nyomásmérő összehasonlításából, hogy körülbelül tényleg valóban annyit töltötte a palackodba, amennyit te szerettél volna. Nagyon fontos, hogy a beállítástól függetlenül a kompresszort nem szabad magára hagyni, mind a kompresszor nyomásmérőjét, mind a palack nyomásmérőjét a töltés során érdemes figyelemmel kísérni. Ezután el lehet indítani a ventilátorokat, mert ez csak egy alapfordulatszám, aztán pedig rá lehet indítani a kompresszort. Ahogy mondtam is, töltés közben célszerű figyelni mind a kompresszor, mind a palack nyomásmérőjét, és ha bármilyen anomáliát tapasztalsz, a kompresszort azonnal kapcsold ki. Nagyon fontos, hogy kikapcsolás után mindig használd a nyomás kiegyenlítő szelepet. Soha ne csatlakoztasd le a palackot, anélkül, hogy használtad volna a nyomás kiegyenlítő szelepet, hiszen akár 300 bar nyomás is lehet a csőben. Soha ne indítsd újra a kompresszort úgy, hogy nem használtad a nyomás kiegyenlítő szelepet, ugyanis, hogyha ráindítod a kompresszort a nyomás alatt lévő csőre, azzal sajnos tönkre is teheted. Akár manuálisan kapcsolod ki a kompresszort, akár automatikusan kapcsol ki a beállított nyomásértéknél,
mindig hagyd a ventilátorokat bekapcsolva, még legalább 8-10 percig, hogy legyen ideje visszahűlni. Mivel a kompresszor működése során vizet kondenzál, és ezért is fontos egy jobb minőségű szűrő beszerzése, a használat után érdemes a cső nélkül újra elindítani, csak néhány másodpercre, hogy a szelepben összegyűlt kondenzvizet kiköpködje. Érdemes vetni egy pillantást a szűrőházban lévő szűrőre is, ugyanis, hogyha megnézitek ezt a felvételt, gyakorlatilag egy töltés után is csavarni lehet a vizet a szűrőbetétből. A tapasztalataimat mindössze néhány töltéssel a hátam mögött tudom megfogalmazni, viszont ezek alapján elmondható, hogy a kompresszor legnagyobb előnye az, hogy rendkívül kényelmes a használata. Különösen amiatt, mert nem kell külön bajlódni a vízkör és a vízpumpa külön biztosításával a hűtéshez. Ha már a hűtésnél tartunk, megemlíteném, hogy egyébként léghűtéssel is szobahőmérsékleten 20-valahány perces töltés mellett sem melegedett 41 néhány foknál melegebbre. Bízom benne, hogy a használatra vonatkozó korábbi tanácsokat betartva még hosszú távon hasznomra lesz, és az eddigiek alapján abszolút jó ajánlatnak tartom. Ha valaki sokat játszik HPA-val, mondjuk havi egy, de inkább kettő töltésre is szüksége van, viszont ezeket a töltéseket körülményes neki megoldania, akkor szerintem ez egy vállalható befektetés. Ha pedig ráadásul esetleg csapatszinten gondolkoztok benne, akkor ez egy abszolút ajánlott deal. És akkor most joggal azt mondod nekem, hogy jó van NT, de mennyibe kerül? Konkrétan ehhez a típusú kompresszorhoz találtok egy direkt linket, illetve egy kedvezménykódot is a videó leírásában. Így most ez ingyenes szállítással alig több mint 200 euróba kerül, a mai árfolyamon valamivel több mint 80 ezer forint. Bónusz, hogy nekem a szállítás futárszolgálattal mindössze 2 munkanapot vett igénybe. Na de mondjak valami rosszat is, igaz? Hát, az egyetlen negatívum, amit talán fel tudok róni ennek a kompresszornak, az az, hogy elég sok emberi hibát megenged. Ilyenekre gondolok például, hogy be lehet kapcsolni a kompresszort a ventilátor nélkül, vagy mondjuk nem használja automatikusan a nyomáskiegyenlítő szelepet, amikor a kompresszort leállítod, vagy önmagától leáll. Nyilvánvalóan vannak kompresszorok, amelyek ezeket az apróságokat is automatikusan megcsinálják, viszont azok ennek az árának a sokszorosába kerülnek. Azt gondolom, hogy ezért a pénzért ez egy tök vállalható termék, főleg, hogyha csapatszinten gondolkoztok benne. Ha kérdésed vagy hozzáfűzni valód van a kompresszorral kapcsolatban, írd meg a kommentek között. Ha tetszett ez a videó, kérlek nyomd meg a like gombot, ha pedig szeretnél még hasonló videókat látni, iratkozz fel a csatornára. Találkozunk a pályán. Szevasztok!